Most 45 dollári vágok azaz 17 ezer forintért, és 500 forinttal kezdtem. Ez a akkora... nekem egy jó érzés az, hogy innen akkor átugorodtam. Ja. Ez a, a fotászkozás ugyanúgy jött, kább, mint a zenélés, amikor 10 évesen kaptam egy gitárt. 12 éves koromban kaptam első első hajvágógépemet. Mi a fütyülő? Ezt értsék meg az emberek, hogy New York egy nagyon nagy kerék lehet, hogy vannak államok, ahol jobb, Amerika részé, Ameri jobb amerikai rész van valahol, de New York az egy nagyon nagy móguskerék. Itt, itt, ha valaki beszáll a móguskerékbe, akkor az csak pörög, 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 dolgozik, 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 és úgy mennek itt a napok, mindig azt beszéljük anyukámékkal, hogy, hogy itt nem elég 24 óra egy napnak. Arról neked olyan jó orgánuma van a hangodnak, hogy miért nem énekelsz, hogy miért nem próbálsz meg, hogy hátat tudsz énekelni. Én mondtam, hogy de hogy tudok énekelni, Szilvia néni, hát dehogy is, hát nem énekes vagyok, meg én életemben nem énekeltem még akkor. Uh -huh. Nem az, nem, az, nem az, nehéz, hogy felkerülj a csúcsra, hanem ott maradni nehéz. Yeah. A csúcsról csak vezet az út, ez az yeah. igazság, szokták mondani. Fölfele könnyű menni, de miután elértél egy szintet, azt megtartani, na az nehéz. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. De ezzel szoktak szokni az hogy az AJ az Armani James. Aha. A márkának az él. Ah, oké. Okay. Nem tudom, én, én, én vagyok. Meg az állatorvos van. Na, hát ö, Jecsmenik a vendégünk, hihetetlen, hogy itt vagy. Mindig ezt mondom hogy a vendégekre, hogy hihetetlen, de annyira hálások vagyunk azért, hogy egyáltalán a szabadidődből arra azt nekünk időt, hogy beszélgetsz velünk, és akkor csináljunk egy ilyen podcastet. Uh, és eljöttél is hozzánk, és ahhoz képes, hogy te mennyire fiatal vagy, és mennyire pöröksz minden, megtisztelsz bennünket, hogy itt vagy. Uh, figyeljetek, én nagyon örülök ennek, hogy így érzitek, de én érzem magam megtisztelve, hogy meghívtatok engem, uh, mert itt messze, ugye hát hány kilométer, 8000 kilométerre az otthonunktól, nagyon jó magyar hangokat hallani, nagyon jó lehetett találkozni, Úgyhogy ti tiszteltetek meg engem ezzel. A másik dolog, aminek nagyon örültem, hogy egyből észrevetted a hangszeremet, a kis Ibanez gitáromat, és azt mondtad, hogy te is ilyet akartál. És hogyha már egy zenész velem szemben, akkor az úgy mindig földob engem. Na hát megálltam a gitárt, ugye nagyon nagy gitár fan vagyok egy korom óta, mivel megkaptam az első gitáromat tíz évesen, azóta én meg vagyok örülve a gitároké. Hát nagyon szép gitárod van, azt kell, hogy mondjam. Úgy, <laughs> Jó, hogy... mert egyszer kölcsön adom egy hétre, ha meg lesz az új stúdiód, majd erről is beszélünk. A művész neved AJ. Az, az miért? Vagy honnan jött? Vagy, vagy ki adta? Miért adta? Ez egy nagyon egyszerű téma. Kiskoromban, tíz évesen kb. Mikor megkaptam a gitárt, ugyan meg elkezdtem énekelgetni, meg elkezdtem foglalkozni a zenékkel, meg dalokat írni, meg ilyenek. Ugye nekem mindig az volt a nagy álmom, hogy amerikai világsztár legyek. Mindig ez volt az álmom. Ezért úgy voltam vele, hogy találjak ki egy, hát most egy nevet magamnak, egy olyan nevet, amin esetleg majd megismerhet évek után a, a világ akár, és akkor mondom, hogy valami külföldi hangzású legyen, mindig ugye külföldi zenét hallgattam, AJ, és az onnan jött, hogy Arnold Jetsmenik, akkor Ilyen egyszerű, egyébként teljesen. teljesen első két betű és kész ennyi körülbelül. hibátlan, hibátlan. De nem adtad fel az álmodat, még akarsz világsztár lenni. Ö, benne van még az álmaimban, igen. Simán. Hát Főleg nézzük a videóklipét, a... minden teljesen trendi. Vár... Tehát... Várjál, mi az, hogy akarsz -e, a -e szupersztárt, már most szupersztárt. Most szuper száll, de mondjuk egy olyan szinten, hogy a világon mindenhol kiírják, hogy AJ, a Hungary, ah, hát akkor ez, ó, hát tudjuk, ismerjük. És ráadásul is el tudjuk majd mondani, hogy itt volt a podcast. Hát ez nagyon-nagyon nagy álom válna valóra egyébként. Én figyeljetek, úgy ezzel az, az egészen, ha bejön, bejön, ha nem, nem. De annyira nem görcsölsz rá. Nem görcsülök rá semmire az életembe, úgyhogy. De jó, csinálod. Legfőképpen azért, mert sokkal fiatalabb vagy, mint én, és én imádom a fiatal embereket abból a szempontból, hogy, hogy, nincs az, hogy, hogy akkor most autóm legyen, házam legyen, ez legyen. Tehát ezek az erőködött őrületek, mert az, az mindig az élet rovására megy, én azt hiszem észre. Igen, ezzel nagyon sokan úgy vannak, hogy az emberek képesek rágörcsölni a dolgokra, Uh, én nem tudom miért, de így kiskoromban pedig anyukám még mindig, mindig, a gördösebb emberekhez tartoztak. Ők mindig azon voltak, hogy uh szabálytartás, mindenben uh -huh. legyen fizetve, minden legyen szabályosan, és rágörcsöltek úgymond mindenre, de valahogy én nem tudom, bennem mindig volt egy ilyen szabad akarat, hogy akkor nem szabad rágörcsölni, mert hogyha valaminek meg kell történnie, az meg is fog történni, ha, hanem ha nem. Sőt, egyébként azt vettem észre, hogy a rágörcsölős embereknek általában kevésbé sikerülnek a dolgok, mint azoknak, akik nem görcsölnek rá. Uh -huh. Milyen jó, hogy téged most néz, egyébként tényleg a TikTokon meg itt ott láttalak, és ez, ez azért jó ez a dolog, amit mi csinálunk a Péterre, mert jöttök ti vendégek, kedves vendégek hozzánk, és, és így megismerünk valamennyire. Tehát egy, egy olyan kis szeretet látunk belőled, amit igazából ugye ezzel a pár másodperces videóban nem. És ez, ez, jó, ez nekem tetszik. Figyeljetek, én nagyon örülök ennek, hogy meghívtatok ide, és beszélgetetek veletek tényleg, és örülök, hogy így vélekedsz róla egyébként. Na, beszéljünk arról, hogy milyen volt a, a, kis Arnold. Tehát amikor megszülettél, eltelt az a pár év, és valahol elkezdted, gondolom barátaiddal együtt foci, kézzel, nem tudom, mi, sport sportoltál esetleg valamit, vagy a suliba? Kis Arnold, hát, fú, de. Nagyon régen emlékeztem így vissza a Kis Arnoldra, meg kell, hogy valljam. Nekem nagyon jó kis életem volt. Én egy nagyon elkényeztetett gyerek vagyok egyébként, mai napig 26 éves vagyok, de anyukám úgy kezel, mint egy 12 éves körülbelül. Ja, hát anya mindig úgy kezel. Főleg, hogy egyke vagyok. ja, nincs testem Nincs testom, úgyhogy egyke, egykeként nagyon elkényeztetett gyerek vagyok. Ó, bocs, hogy közbeállok. És mit szólt ahhoz, hogy te azt mondtad, hogy anya, megyek Amerikába? Mert ez nem olyan, mint Angliában, Londonban, és akkor legfeljebb anyudsz fölöl a repülőre, találkoztok másfél óra múlva. Ezt itt át kell gondolni. A legjobb az volt, hogy ők hoztak magukkal először ide ki engem. Szóval... Ja, ők voltak, akik 9 évvel ezelőtt kihoztak engem ide, uh -huh. velük együtt jöttem ki, úgymond, csak én nagyon sokat szaladgáltam New York és Magyarország között, ezt tudni kell. Uh, otthon érettségiztem, mert akartam, hogy meglegyen a magyar érettségi, közben itt is jártam suliba, otthon vizsgáztam, itt kint is jártam, uh, itt is kint, kint is kellett vizsgázgatnom, szóval én, 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 én oda-vissza pattogtam, Magyarország és New York között, anyáéktól ugye hosszú sosem voltam távol, úgyhogy. Ja, hát akkor neked írtozatos előnyöd van a többi fiatal szemben, aki most esetleg Igen. Magyarországon, mert hogy neked megvolt ez az, az ingázásod, é, igen, igen, igen. és kaptál itt is képzést, akkor tudod is, hogy mi a kettő között a különbség. Igen, igen, mindig ezért is kérdezgetnek engem TikTokon is, meg máshol is, hogy, hogy meséljek már arról, hogy milyen egy, egy egy iskola Amerikában, mi a különbség egy magyar iskola, vagy egy amerikai iskola között, úgyhogy ja, erről tudok beszélni egyébként, meg tudok is válaszolni az ilyen jellegű kérdésekre. Úgyhogy, ja. De egyébként, hogy benned van, hogy te zenész akarsz lenni. Ö, ö, szereted azt, hogy így keresnek, meg néznek? Hát persze mindenki szereti, és, és elgondol valamit, hogy majd mi lesz belőle később. De az, hogy, az, hogy így megkérdezik például, hogy mi a különbség a magyar suli, meg a, az amerikai suli között, tehát élvezettel -e válaszolsz nekik? Őszintén? Igen, teljes mértékben őszintén, mert hozzá kell rakni, hogy 80 nap ezelőtt, mikor elkezdtem a TikTokot, a zene miatt akartam elkezdeni, hogy tudja meg kicsit szétszórni a dalaimat, vagy többen megismerhesnek engem, mint zenész. Ugye azt az tudni kell rólam, hogy én Magyarországon annak idején benne voltam egy tévés tehetség kutatóban, ahol a legjobb tíz énekes közé sikerült is bejutnom, úgymond. És e, megismert akkor egy pár ember így Magyarországon, csak utána nem kaptam segítséget sehonnan se a tévétől, és egy kicsit belefáradtam a zenei világba. És hát... E, elsősorban ezért kezdtem a TikTokot, hogy hogyan tudom magam még jobban népszerűsíteni. De aztán az volt, hogy a TikTok kifordult egy kicsit arra, hogy jobban érdekelte az embereket a New York, meg a bárberkodás, mint a zene. So, weil... Uh Szóval ez, ez az igazság, hogy ez egy kicsit így fájt, hogy, hogy a zenét annyira nem kapták föl, engem mint zenész, de inkább úgy úgy maradtam meg az emberekben, mint a New Yorki borbély. Mert uh -huh. tegyük hozzá, hogy a, ugye te dolgozol folyamatosan, és mint borbély, férfi, férfi vagy női? Férfi fodrász, igen. igen. Csak férfi fodrász vagy ami egyébként, itt tegyük hozzá, nem tudom, ki mennyire ismeri New Yorkot, azért itt is tempóznod kell, mert azért van egy jó pár fodrász, tehát a konkurencia nagy, hogy ebben is tehetséges vagy, de hát ugye akkor a zene az most egy kicsit úgy, úgy én mindig azt szoktam mondani, hogy kérdezik, hogy most akkor te zenész vagy, vagy fodrász vagy, vagy mi vagy. Én mindig azt szoktam mondani erre, hogy a zene az életem, a bárberkodás az pedig a szakmám, Igen, úgyhogy... abból megész. Igen. <laughs> meg lehet élni valamennyire? Hát a, figyelj, a bárbekodásból meg lehet élni, az egy biztos munka. És ugye sokan szoktak kérdezni, hogy érdemes elkezdeni bárberkodást például. Figyeljetek, a bárberkodás egy olyan szakma, én mindig úgy gondolkodtam benne, azért is tettem lesz, szakmát, szakmát, vittem tovább, meg fejlesztettem magamat, mert ez tényleg egy olyan szakma, hogy 80 éves vagy, nyugdíjas vagy, akkor, akkor is, is nő a haj, és jel. akkor is akár lehetnek vendégeid. Szóval ez egy biztos jel. szakma, így az egész életemre egy nézve. Pillanat, pillanat. pillanat. Te beszélsz Én ezt meg tudom száfolni. Jó, de nő a szakáll? A is szoktál vágni? Persze, persze, persze. Akkor most neveztétek a Péternek, hogy előbb zizi lesz, és akkor ja. Tehát, hogy befestjük neki, hogy valamit rá... Jó, azt nem, nem szeretem. Azt nem szerintem. Szerintem. Na, szóval egy két gyerek voltál, és ö, ott mozgolódtál, elkezdtél zenélgetni, zenekarban, vagy szólóban, vagy hogy? Na, hát elkezdtél hangszert tanulni, vagy? Legőször azt kell rólam tudni, én sosem jártam a zeneiskolában, és sosem tanultam. én ilyen autodidakta módon próbáltam hmm. magam fejleszteni zene, zenetéren. Hát úgy tegyek, a, a tizedik születésnapomra, akkor így mondom, kerek tizedik születésnapomra, megkaptam életem első gitárját. Wow. Hát anyáik, hogy, hogy akarok -e, mit szeretnék a szülőnapomra kérdezték, hogy hát mondtam, hogy anya gitárt, mert kinéztem, meg imádtam az mindig is egész életemben, és kinéztem egy gitárt, hogy nekem ez kell anyuci. Milyen gitár volt, milyen már? Ez egy nagyon, ez egy nagyon, nagyon full egyszerű és legolcsó gitárt néztem ki egyébként. Nem, tudom, nem nem, azért, mert most nem tettük volna, hogy veszünk drágábbat, de nekem azt tetszett meg. Nem is tudom, mi volt már a márka, és sima klasszikus gitár volt, egy ilyen kis fa berakásos. A doboz, gitár, igazi dobozgitár. És azt, mikor megkaptam, akkor én magamnak néztem ki hogy az akkordokat meg magamat próbáltam fejleszteni, és ahhoz jött az éneklés ugye. Tehát, uh, utána volt az, hogy 11 éves koromban általános iskolába ballagás volt, és uh, bekerültem volna hogy az énekkórusba, ez az énekkarra vagy nem uh -huh, tudom, hogy ki uh -huh, most. most. Éne éne énekkarra bekerültem, ahogy, ahol mondta az osztályfőnököm, akkori osztályfőnököm, Szilvia néni, drága Szilvia néni, nagyon szeretem őt egyébként. Akkoriban mondta, hogy, hogy arról neked olyan jó orgánum van a hangodnak, hogy miért nem énekelsz, szóval, hogy milyen próbálsz meg, hogy hátra tudsz énekelni. Én mondtam, hogy de dehogy tudok énekelni, Szilvia néni, hát dehogy is, hát nem énekes vagyok meg, én életemben nem énekeltem még akkor. Uh -huh. És akkor mondta, hogy gyere az énekkarba, próbáljuk ki a hangodat, stb., és akkor el is mentem, és uh, sose felejtem el, az Azért vannak a jó barátok című dalt énekeltem Máté Pétertől, vagy Demian Ferenc? Nem, Mát Máté, Máté Péter. Péter. Azért vannak a jó barátok, vagy minden. Máté Péter. Máté, Máté Péter. Péter. de hülye vagyok, mindegy. Máté Péter. E, és a ballagás ne énekeltem. Na most képzeld el, a ballagáson, fölépek egy azért vannak a Jó Barátok című dallal, Anyukám még senki nem sejti, hogy akár jó hangom is lehet, és sose felejtem el, az ismerősöktől kezdve, a rokonok, rokonoktól kezdve mindenki, így, így volt, hogy... Leesett az álluk, Leesett az álluk, hogy... Így, mit csinál az áhra, tudok hogy... énekelni, hogy a fiam is tud, anyáik is mindig voltak, apátok ez mindenki, hogy, hogy azt a és láttam az arcokat, és utána mindenki oda jött hozzám, és annyira jó érzés volt, hogy arról neked nagyon jó hangod van. Hát Te, te éneklésre születtél, tudsz énekelni. Mm -hmm. És akkor így Ú, de énekelni. tudok énekelni. De kell, nincsenek ilyen felvételek, ilyen régi. Na, hát az nagyon jó lenne visszanézni a száz százalék. És akkor így voltam, hogy mondták, dicsértek, hogy aztán én tudok énekelni, és hogy fel, felismerte magam, hogy hát csak nem lehettem olyan rossz egyszer ennyien uh -huh. dicsértek. Na meg akkor, akkor ugye 12-13-es koromban jött be ez a csajozás korszak, akkor uh -huh. jött nekem, ugye? A gitáron nagyon sokat csajoztam. Hát, azzal lehet hát, hát az a lehető legjobb, hogy egy gitárral, és akkor jött hozzá az éneklés, ugye? Hát akkor rájöttem, hogy oké, a gitár, meg az éneklés, az egy mágnes. Uh -huh, uh -huh. Egy, egy, nő, nő, egy csaj szó szerint. Uh -huh. Úgyhogy ez, 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 tök jó tudtam így kamatoztatni így a csajozásba. És akkor így később, hát igen, nekem, nekem az ének is így jött. Ennyi egyébként most az ének ne jó, az ahhoz képest, hogy hány ember küzdik azzal, hogy jár énektanároz minden, és ugye látjuk ezeket a tehetségkutató versenget, hogy elmondja pedig az énektanárom azt mondta, hogy és érzed rajta, hogy semmi köze nincs hozzá, csak egyszerűen villogni akar, szerepelni akar, és akkor ugye neked meg hogy a zsigerből ott van. Ez, Több, ez nagyon témet. nagy gond egyébként az egész világon, ez az énektanár téma. Ugye rengeteg ismerősöm, meg az X-faktorban is hallottunk már olyan énekléseket például, vagy ilyen egyéb hogy, hogy, ugye neki az énektár azt mondta, hogy Igen. nagyon jó, meg tehetséges. Minden énektár azt fogja mondani. De olyan nincs olyan énektár a világon szerintem, aki azt fogja mondani, hogy bocsi, nem kell a heti 20 ezer forint, mert yeah. nem tudsz énekelni. Tehát yeah. az nincs az az énektár, aki <laughs> ezt fogja mondani. Tehát bárkit pénzért megtanítanak énekelni, időzőjelben. Hát uh -huh. Énekelni nem lehet megtanulni. Ezzel vagy születik az ember, vagy nem, yeah. fejleszteni lehet. Az, a, az az érdekes, egyébként, hogy említetted, hogy voltál a a hogy tényleg fölkerülnek fiatal gyerekek, az első háromban mondjuk ott vannak, és azt hiszik, hogy övék lett a világ. Ezt tudom, nagyon sokkal megfejtették már, mert nagyon sokat beszélnek róla, csak utána, az utána elkövetkezendő időszak, na az derítik ki igazából, hogy ki mennyire életképes ebben a, az egész szakmában, hogyha ezt lehet mondani. És, és legfőképpen ugye a, a nézők, a közönség, hogy befogadja-e, hogy kell-e az az ember? Már nem kell, utána, hát gondolj, 17, 18, 19 évesen kap egy nagy pofont az élettől, semmi, azért lesznek drogosok, meg, meg. Ebben elzülenek. Ebben nagyon igazad van. Itt, ahogy el is mondtad, hogy nem az, nem az, nem az nehéz, hogy felkerülj a csúcsra, hanem ott maradni nehéz. Yeah. A csúcsról csak lefelé vezet az út, ez az yeah. igazság, szokták mondani. Fölfele könnyű menni, de miután elért egy szintet, azt megtartani, na az nehéz. És az nagyon kevés előadónak sikerül egyébként. Akinek sikerül, az, az igazi előadó akinek nem, az, az sajnos van miatt nem képes arra, hogy előadó legyen, vagy nincs hozzá megfelelő adottsága. Péter, majd készülj már az Arnoldnak, a AG-nek a videójával jó, mert most még nem mutassuk be, hogy most milyen zenék vannak a Youtube-on. Nagyon sokan látták azt is meg tudják, de azért érdemes meg az új zenétet, amit lejátszottál itt neki most a konyhávát, ez hihetetlen. Tehát te ügyes vagy, ez jó ez a vonal. Egyre többen csinálják ezt Magyarországon is, és tetszik. Igen, igen. Hát akkor beszéljünk erről egy kicsit, mert ez szerintem ez tök jó erről beszélni, hogyha. Elmondjuk, hogy nekem ugye úgy kezdtem az egész, úgy mutattam meg nektek a dalt, nem, hogy ez nem én vagyok. Igen. És hogy egy kicsit ez egy olyan, olyan stílus, ami messze áll tőlem, de muszáj ezt csinálni ahhoz, hogy, hogy megszeresnek az emberek uh -huh. és megismerjenek. De kicsit erről beszéljük szerintem, hogy... De várj, ki... először is, mi, mi a te kedvenc stílusod? Mi, miben érzed komfortosan magad? Hát én R&B, én R&B és szólénekesnek tartom magam. Uh -huh. Én abban vagyok otthon, de hát ha ma csinálsz egy R&B zenét, amiben tényleg ja. élő hangszerek vannak, meg nagyon mi, mi, igényesen minőségileg meg van csinálva, azt nem fogják hallgatni az emberek. Ja. Hát a tinglitangli alapokat hallgatják, a tinglitangli dallamokat hallgatják, a tinglitangli semmit mondó szövegeket hallgatják. Elég, hogyha egy dalpiról fülbe mászó, és fel tudják kapni az emberek az egekig. Yeah. Szóval teljesen más lett az igény a zenére, mint ami régen volt például. Igen. És hogyha csinálsz egy jó funky vagy soul zenét, akkor elmetsz a kis kávézóba esetleg játszani <laughs> fillérekért. Maximum. Ha meg előadod a, most nem akarok itt magyar slágereket, meg amerikai slágereket emlegetni, a... de három sorral világsztártusz lenni. Igen, szó szerint. És ez van. Szó szerint. Hát, egy példát tudok felhozni. Most egyébként nagyon ügyesek a Maricspeti, nem tudom, hogy hallottatok arról uh -huh. a Maricspetiről. Yeah. Hát most uh, Magyarországon a topistákat verték meg ezzel a Úristen című yeah. dallal, yeah. Ami egy tök kis tinglitangli, kis mai ilyen nagyon slágeres, vagy őszintén, hogy nagyon ügyesek egyébként tudják még el a mai, mai fiataloknak. Yeah. De az, is, ez a, az a dal például micsoda. Most érzte, most zene, zeneileg, ha megnézzük zenei oldalról, Semmi. Yeah. akkor az egy nulla körülbelül. Hát meg a szikoró is ott volt, aki az egy jó pár <síns> Igen, 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 azért, igen, igen, a Maga a És tényleg igaz, Watschpéter. Tényleg igaz, hogy a Walmart nevet azt a itteni bevásárlóközpontról szereztek? Igen, azt én is Tényleg. is hallottam, igen, szerintem az igaz. <laughs> az én ezt nem hallottam. Uh, a mizerekonunktól mi, mi lesz Péter, te meg én, amit megcsinálunk? Home Depot. <gül> <gül> Obi. Obi. <gül> igen. Um, de különben most beszélt az Úristenről, és nem ez nem az, az első ilyen dal, mert, mert igazából ezt úgy kezdték el csinálni ezeket a slágereket, hogy a régi stílust az, össz, az újjal összekeverik, szóval lehet, hogy a, a régi embereket is az újak az újra tudják szoktatni, valamint az a, az fiatalokat a régire. Ezt a Zoltán Erika is megcsinálta a Kasszonulával, amikor megcsinálta ha, meg a... a bácsi a, a de várj, ez a, nem korábban... most. Ez <laughs> És amikor az indián elkezdte forgatni, én így csodálkoztam is, hogy, hogy, miért megy bele. De hát gondol, gondoltam, hogy ez, ez, egy nagy kihívás neki. És akkor meghalad ezt az egészet, és azt mondta, hogy Jézusom. Nagyon kemény. Olyan emberek is szuper. megismerték most a reptért, akik eddig fogalmuk volt, <laughs> ja, létezik ez a dal. Oké, de az, az, tök véletlen volt. Én azt mondom, hogy csinálják most a dalokat, hogy a retro dalokat az újjal, hogy így utána lesz átfedés, hogy utána lehet, hogy az új, az új, dalokat. az új fi, a fiatalok most már ergót is meg, hogy ki ez, ki ez, nem tudom ki ez az idős ember Aha. ebbe a Volmar számba, de de Volmar nagyon sikeresé tehette, ezért hagyd meg, a, hogy valami másit csinálta, csak utána meghallgatja a létezemet, meghallgatja a bombázó. Bo meg hát, egymáshoz biztos. És, és, pontosan ez van, és, a, és a, a a sok öreg úgy mondom öreg a mi korosztály mindeniek, ők pedig hallgatták az ergót, ú akkor már milyen jó, mert alatt van ez a rekord. De egyébként nézem ezt a Marci gyereket is, ugye különböző podcastekben szerepel, meg minden, jó energiája a srácnak, tehát ilyen nagyon-nagyon ott van, toppon, állandóan és pörög-pörög. Hát ha erre jársz Marci, akkor látogass el hozzánk. Már már intézem. Ja, már intézed, jó. A másik meg ugye, amiről beszéltünk is, a Zambó Jimmy film, hogy most pörög, és ott például a srác, ez a, a cseh vagy szlovák srác énekel, a, a Peter Sramek, vagy nem. Igen, Sramek pedig igen. És ő például énekeli a, a Jimmy slágereket, és nagyon jó, alátettek új ritmust, minden, is tök jó. És ő csak ezzel foglalkozott, igen, ő csak ezzel, hogy földolgozta a Jimmy slágereket. Hát ez zseniális. Na igen, beszéljünk rólad. <lább> igen, tehát neked ez a, a másik, tehát ez a szól, funk is dolog, R&B is dolog. Igen, ez, igen, 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 hogy nekem ehhez, e e e ehhez. Én, én ezt hallgattam kiskorom óta, csak ugye rá kellett ébrednem arra, hogy ez már halott. Uh -huh. Most az, hogy te kiénekled a csillagos egeket, vagy az eget, mindegy, uh -huh. kiénekled, az már nem kell az embereknek. Tehát hiába énekelsz mitől három-négy oktávot, hiába hajlítgatsz, hiába rekesztesz, hiába használsz egyéb éne énekstílusi technikákat, nem kell már az embereknek. Igen, nem, nem, nem A kíváncsi. legegyszerűbb, legfőbb mászóbb Em, dallamok kellnek az embereknek, ez az igazság. Szóval más lett, más lett az igény, és ezért én is próbálok a mai, hát hogyha valaki, most két lehetőség van. Tudod, vannak azok az emberek, akik otthon ülnek, és akkor szidják azokat, ezeket az embereket, akik, akik ugye lementek erre a szintre, hogy el tudják adni uh -huh. magukat, szidják őket, meg átkozódnak, meg ilyenek, meg van az, az ember, aki azt mondja, hogy hát hogyha sikeres akarok lenni, és nem a, nem a otthoni fotelből átkozódni, meg szidni ezeket, akkor én nekem is fel kell venni a lépést ezzel. Uh -huh. Na most én eljutottam oda, hogy sajnos nem tudok lemenni erre a szintre. De én mai napig, hogyha leülök dalt írni, és azt mondom, hogy oké, okay, most írok egy olyan dalt, ami, ami tegyük föl kicsit lágeresen, meg gagyibb. Nem tudok lemenni arra a szintre, amik most futnak. Uh -huh. De próbálok minél gagyibb lenni, de annyira, hogy nem tudok lenni, mint amennyire most gagyi az a világ. Szóval, tudod, mikor odaülsz a zongorához, és akkor fogsz egy akkordot, és akkor mitől legyen három akkord? Akkor én oda fogom azt a negyediket is, uh -huh. mert nekem uh -huh. úgy tetszik, Igen, tudod, mert... és nem bírom elengedni, az egóm nem tudja elengedni, Igen. hogy az ne legyen ott. És uh, és most megpróbálom azt, hogy most, mostani albumon például, amit készítek, az olyan dalok lesznek, ami, ami, még az én stílusom valamilyen szinten, ilyen trap például, vagy trap R&B, de keverem a stilleket. Tehát uh -huh. például mit a ráéneklek egy tök jó trap alapra például, ami, amire még kicsit azért lehet jó dallamokat írni, R&B szólosabb dallamokat, eladhatóbb mai gagyibb alapra uh -huh. például. De el tudlak képzelni, zongorán csinálod az alapokat? Persze, Egy, persze. Egy-két dolgot lefogsz, és akkor di, 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 keresgeted a hangokat, a, a dallamot, minden ráakadsz valamire. Megmutatod először a barátnőnek, haverodnak, valakinek. A barátnő folyam, folyamatosan hallgatja. Szóval... Ha, szegény. <laughs> ő nem tud kimaradni belőle, mert ugye most tényleg otthon van a stúdióm, ahol dolgozom, és hát ő nem maradt ki belőle, szóval ők már unják az összes egy, dalomat. Csak egy pillanat. Tehát azt mondom, hogy a stúdiód, ugye, hogy otthon is néznek bennünket. Azért most, amikor ezt kimondod, akkor mi, ugye otthon Magyarországon is rengetegen bennek van már stúdiója, de itt azért valamennyire könnyebb egy stúdiót összehozni, nem? Másabb legalábbis. Tehát, hogy a, a lehetőségek otthon is megvan, persze, hogy pénz kell hozzá. Itt meg látod dolgozó fodrászként, és simán azért összehoztad. Igen. Én az igazság, hogy otthon nagyon sokáig gyűjtöttem stúdióra, meg tudtam otthon is csinálni, most csak egy példát mondjuk, hogy beszéljünk számokban, otthon az van, hogy jó lehet otthon is keresni, hogyha okos vagy, meg az én szakmámban egyébként tök jó lehet keresni, hát otthon is megkerestem tök jó pénzt, 4-500 ezeret havonta, csak annyi, hogy az mire elég. Mert ha bérelsz 200 ezer például egy lakás Budapesten, plusz rezsi, plusz kiadások, stb., akkor nem tudsz annyit félrakni, amiből össze tudsz egy stúdiót. Otthon is meg volt a stúdióm, mint a másfél-két évet kellett rá gyűjtenem. Itt kijöttem, és úgy voltam vele, hogy hú, kéne stúdió, két hét munkádból meg tudod venni. Uh -huh. Szóval ez a különbség. igen, csak ez, ez, mámorítja meg az otthon ülő fiatalokat, nézőket, hogy, meg hallgatókat, hogy ú, két hét után megvetés és azt, azt mondja, hogy látod, hát Amerikában mennyivel, így, így se könnyebb, mert amikor te a, fodrász fodrás szalomban mai napon is dolgoztál, és áruljuk el, hogy hétvégén vagy itt nálunk vendégként, otthon azért nagyon ritkán, vagy lehet, hogy otthon is dolgoztál hétvégén, de, de itt azért szinte nem kötelező, de, de Baljuk jó. be azt, hogy Amerikában akkor jó anyagilag, ha tényleg kifulladásig dolgozol. De szóval otthonról mindenki azt látja, hogy hú, de jó Amerikában, nagyon jó pénzt lehet keresni. Persze, én mindig azt szoktam erre menni mondani, hogy Amerikában vagy jó pénzt keresel, és nem élsz, yeah. vagy élsz, de akkor viszont kevés itt is a pénz. Szóval mindegy, hogy hol vagy. Én ki jó pénzt keresek, meg is bírtam tenni a stúdiót, de nem élek. Mert úgy érzem, hogy nem vagyok boldog, és nem élem ki magam, mert nem járunk sehova, mert ha kimozdulunk, akkor 500 dollár minimum kettőnknek, mert beülsz egy étterembe, elmész ide, megiszol valamit, és már 500 dollár ja. ott tartasz. Ja. Szóval nagyon nagy a kiadás itt. És ezt sokan nem tudják otthonról, mert azt hiszik, hogy kolbászból van itt a kerítés, hogy hú de jó pénzt keresel. Ja. De azt nem látják, hogy reggel két órát utazok a munkahelyemre, két órát hazam, ez heti 6-7 nap. Szóval ezt nem látják, mindig csak a csillogást látják az emberek, Igen. a borítót látják, nem néznek De. bele a könyvbe. Na szóval megvan a stúdiód, és veszed fel az új lemezt. Uh, ez mikor jelenik meg? Ez a lemez? Hát ugye. Most lehet még ilyenről beszélni egyáltalán, hogy lemez? Vagy ho hogy Egy kis lemez? Most? Igen, online lemez, lehet róla beszélni, mivel Epi. most már ugye... Epi. Igen. De hogy van még ilyen egyébként? Van online, uh -huh. Spotify. Spotify. Ugye most az, az nagyon megy, meg a YouTube. Uh -huh. Ez a kettő most, ami, amiből az zenészek tudnak élni, meg érvényesülni ezek a platformokon. A Spotify-on ugye már lehet kisabb volt például kirakni. Ja. De azt, hogy mondtad, hogy élni, el, ezzel sok ember de fia, Spotify, ezzel... Spotify, tudod mennyit fizet? Keveset. Tudom, hogy keveset. Nekem még... Most néztünk egy dokumentumfilmet a Spotify alakulásáról, minden zseniális <laughs> volt, mindegy. Igen, tehát akkor te most megcsinálsz az új kislemezt. Igen, az kimegy Spotify-ra ugye a kisalbumként, ami 6 dal lesz. Ez albumként kerül ki a Spotify-ra, ezért mondtam úgy, hogy kislemez vagy kisalbum, mert ugye valamilyen szinte mégiscsak az a neve neki, és ehhez folyamatosan elkezdjük forgatni a klipeket. Nem mondom, hogy mind a hatra lesz videoklip, de például a New York című dalra, amit mutattam nektek is, amit például a közönség nem hallhatott ugye, erre például most jön ki nagyon jó kisgyermekkori barátom, Radics Giginek az öccse, Radics, Radics Tamás, aki leforgatja majd nekem itt New Yorkban a klipet. Mindig vágytam egyébként egy klipre itt New Yorkban egy olyan uh -huh. igazi, filmes uh -huh. videoklipre, uh -huh. uh -huh. ami nem ilyen kis gadit te... mert az igazság, hogy most van, van egy pár videón fönt ugye, zeném Youtube-on. Uh, van olyan videóklipem, és ez bevallom a közönségnek még, ha észre sem vették, de a mennyasszonyon forgatta el egy telefonnal. Uh -huh. Szóval, van Ebből ilyen a mai is. mai technikával. Jól el is sok minden megoldhatod, de hogyha valaki profi módon, <hül> mozi, <hül> moziszerűen széles vászonban letolja egy olyan technikával, de gondolom ezek szerint a barátod akkor nagy operatőr, tehát vágja is ezt a dolgot. Nagyon. Ő e, 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 ebben dolgozik otthon, szóval uh -huh. videó, videóklipes, videóvágó. Hát kíváncsiak vagyunk azért, hogy merre jársz, meg hogy jársz. Majd itt nyilvjogva. Ott lesz is hidd -e. Ott leszek én is. Közben a hajamat vágod, és van kopasz, leszek, mind a Peti. De csak megjegyzésként, igen. A, különben mondtad, hogy állítson be a videóklipet, te melyik számra gondolt? A mókuskerék, vagy a háború, vagy a... A mókuskereket bele. mókuskerék, jó van. Ha a, a telefon. Legfőképpen azért, mert a, a Pétert úgy hívja, ő a kismókus, tudod, mert olyan, mint a rajszünkben. Hogy... Ezzel gondolatot akar elmondani az egy keresztül, és ő a kismokus, akkor most nézzünk bele. AJ. Én hallom. Te... Nem, nem, nem. nem értem, miért kell elviselnem mindig Minden nap ugyanúgy yeah. ezt a szart Miért nem élhet minden ember a világon Úgy, ahogy mindig is akart Mókus kerékben élem életem Én ezt játszom Kevesebb dolgot kell majd Isten előtt Megbánnom hey. Istenem, mondd azt, hogy minden rendben És nem kell, hogy féljek Tudom, hogy minden nap én is úgy bűnös életet élek Nap, mint nap próbálkozom De úgy érzem, hogy felesleges yeah. Mások bűne az enyémhez képest tudom ez a Meghalnak fiatalok, jó emberek ezen kiakadok Nektek a drogoljár az agyatok, köszi én ebből most kimaradok Nem féltek Istentől, hát mit is vártok ti az élettől Elfeledkeztek ti a lényegről, Bújkálhatok majd a szégyentől nem értem, miért kell elviselnem mindig Minden nap ugyanúgy ezt a szar Miért nem élhet minden ember a világon Úgy, ahogy mindig is akar Mókos kerékben élem életem Én ezt játszom Kevesebb dolgot kell majd Isten előtt Megbánnom Annyi a hálátlan ember Még mindig hát nem értem ezt Nem fogják fel az agyukba Hogy az élet egy kurva teszt Néha elbizonytalanodom Én is ember vagyok a válaszokért mégis mindig az Istenhez fordulok Válaszolj kérlek uram, nem tudom merre van az én utam Miért van, hogy sok helyen éheznek? Dőzsölnek ott, ahol védkeznek Mondd meg hát miért kell így legyen Az igazságot én nem ismerem Ha el is veszik tőlem mindenem Még mindig hiszek benned Istenem Nem értem miért kell elviselnem mindig Minden nap ugyanúgy ezt a szar. Miért nem minden ember a világon Úgy ahogy mindig is akar Mókuskerékben kerékben én nem életem Én ezt játszom Kevesebb dolgot kell majd Isten előtt megvánnom Erkölcs hol van? 15 évesen nem vagy Már józan az Istenet megbocsájtosz Majd jó van, utána keresetet, hát, Hogyha gond van Bűnt a bűnt hátára halmoz a nép Elterjedt nagyon a hűtlenség Divatet látom a részegség Hol van az emberi békesség? Nem értem, miért kell elviselnem mindig Minden nap ugyanúgy ezt a szar Miért nem élhet minden ember a világon Úgy, ahogy mindig is akar Mókus kerékben én nem életem Én ezt játszom Kevesebb dolgot kell majd Isten előtt megván Nem értem, miért kell elviselnem mindig Minden nap ugyanúgy ezt a szar Miért nem élhet minden ember a világon Úgy, ahogy mindig is akar Mókus kerékben én nem életem, Én ezt játszom Kevesebb dolgot kell majd Isten előtt megbánnom akkor első legfontosabb az operatőr nevét mondd el, légy szíves, és a vágóit. De mondd el tényleg. Az operatőr neve az Horváth Rebeka, a kis menyasszonyom. Rebeka nagyon ügyes, komolyan. A vágó pedig nem más, mint én magam. <laughs> Zseniálisak vagytok. De komolyan, látod ennyi, egy telefon kell hozzá, és mennyien nézték meg eddig? Hát szerintem ez mennyi? 45 ezer? Ez hát 46 ezer? 46 ezer. 46, az, az, gratulálok. Hát az, az egy jó szám. Nem rossz, igen, nem rossz, az... egyáltalán nem rossz. Főleg úgy, hogy nem nagyon van még feliratkozom YouTube-on, szóval nem, uh -huh. nem voltam aktív YouTube-on egyáltalán. Uh -huh. Ez képes szerintem egy elég jó szám. Nagyon. Azért 11 ezer van, csak mondom. Feliratkozó? Ja. Az, az is jó szám, látod? Győztél. Hát hagyjuk is abban, mi akkor ne csináljuk. A, vagy nekünk is egy ilyen slágát kellene, énekezni, de ez jó szöveg egyébként. Ez, és, eh, eh, és, azzal fogadtunk itt a stúdióban téged egy poárbor esetleg, vagy egy valami rövidítő, és azt mondod, nem kész, köszönöm. És ráadásul erről is énekelsz. Igen, igen, igen. Ez a szöveg egyébként Mókuskerék. Most nektek mi, mit mond a mókuskerék, mikor így, mikor így kijelenti valaki azt, hogy mókuskerékben él például. Hát igen, hogy benne vagy ebben a mindennapi robotban, pöröks, pöröks, és soha nem De, haladsz Igen, még. na ez New York. Uh -huh. Tehát ezt értsék meg az emberek, hogy New York egy nagyon nagy mókuskerék lehet, hogy vannak államok, ahol jobb, Amerika részé, Ameri jobb amerikai rész van valahol, de New York az egy nagyon nagy móguskerék. Itt, itt ha valaki beszáll a móguskerékbe, akkor az csak pörög, 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 dolgozik, 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 és úgy mennek itt a napok, mindig azt beszéljük anyukámékkal, hogy, hogy itt nem elég 24 óra egy napnak. Nem. Minimum kéne 48. És ö, most volt a szilveszteri adásunk, én úgy érezzék el a múlt héten, és már három hét eltelt. Igen. Tehát zseniális, nem? Hogy, hogy tényleg itt, itt valahogy, lehet, hogy otthon is így telt, csak nem vettem észre, mert mi is elfoglaltak voltunk, de, de itt tényleg ding, 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 így, és ha nem figyelsz oda, akkor... Csak, csak egy példa, most uh, anyukám és én is mindig szerettünk fürdőkádba fürdeni. Addig mentünk, még ki nem béreltünk egy olyan lakást, ahol lakás, nem használjuk. Sose fürdöttünk még fürdőkádban, nincs időd rá, hogy, be, hogy beülj egy 20 percre lazul, lazulni. Mert gyorsan le akarsz és már valami más valami csinálni. Mert... De még jó, te azért vagy ügyes egyébként, hogy tényleg csinálod a stúdiót, meg azért alkotsz. És, és ez azért nagyon nagy dolog, és ezt elmondom mindig, mindenhol, hogy, hogy legalább utána, hogyha el is mentél erre a világról, valami maradni fog, érted? De most nekünk például mi? Tehát jó, vissza ezeket a műsorokat, de azért egy, egy zeneszámot megalkotsz, és egy ennyi ember látta, az ismerni fog téged, emlékezni fog. Rá. Na pont ez, amiről akartam beszélni, látod, tök, nagyon ügyes vagy, mert olyan témákat fel tudtok em... hozni, amiről lehetne beszélni reggeli körülbelül. Élek. Nagyon jó, nagyon jó. Csak igen. Hogy uh, én már eljutottam már odáig, hogy nem másoknak zenélek. Ha valaki az én munkások, a munkásságomat megszereti, annak nagyon örülni fogok, sőt, amit hogy elmondtam, hogy ez az álmom, hogy, hogy sztár legyek, énekes legyek, elismert énekes legyek, zenész legyek, de ha, egyszer, ha esetleg nem így, nem, így, nem így, lesz, és nem jönnek össze az álmaim, engem az sem érdekel már. Én, én, nekem annyira sokat ad a zene az életemhez, hogy én már magamnak csinálom. Nagyon rá görcsöltem egy időben, beszéltünk az elején a görcsölésről, uh -huh. én rá voltam görcsölve a zené zenére nagyon, kb. 4-5 éve tudtam elengedni a zenét. Úgyhogy most már, most már élvezetből csinálom. És ahhoz képest, hogy 46 ezer megnéztek, most gölcsösen csinálod, akkor az, az kijön, azt az látják rajtad, hogy feszülni akar, újabb, megint fölbukkan valaki, honnan miért, és hogyha hiteles vagy, erre szokták azt mondani, már pedig úgy tűnik, hogy hiteles vagy, akkor azt szeretik. Még hogyha a mai az Z generáció, meg a Q, meg az Y, nem tudom milyen generációkban, akkor is elhiszik neked. Igen, és én is így vagyok, hogyha négy ember nézi meg a YouTube videómat, vagy a videóklipemet, az a négy ember gondolkozzon el, az, gondolkozzon el azon, hogy ez a csávó tud valamit. És hogyha az öt ember, már megfogtam, én attól boldogabb vagyok, mintha, tegyük fel, megnéznék, 27 millió, mint például az Úristen Marics Petinek. Uh -huh. Lehet, hogy engem az boldogabbá tesz ez az a öt ember, mint őket a 27 millió például. Nem lenne rossz egy 27 millió. Nem, megint, az nem én egy, én egy rossz a... dolog, <síthat> <síthat> hát ez Nem egy nem 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 rossz szám, szám, igen. De jó, és de én változatlanul csak itt motoszkál bennem, hogy uh, mi, milyen lehet az a zene, amit te szeresz nagyon? Tehát ez, a, ez, a, ez a kicsit ez, szólos... Nem tudom, Brian McKnight, Steve Wonder, Luther Wanderos, Eric Bennett, uh -huh. ez, ez, a vonal. Nem tudom, miket most jó, ez jó, ez, jó, ez jó, mert így be lehet Én mindig riz. öreg gyerek voltam. Tudom, amíg mások SP-t hallgattak Magyarországon, én Earth Wind hallgattam. Vagy, volt vagy Cool Persze, én mindig én öreg voltam. Tehát mindig anyukám mégis azt mondják, hogy te annyira öreg gyerek vagy. Hogy, hogy, tényleg, azokat az zenéket, amiket én hallgattam, például általán a suliba, és senki más nem hallgatott osztályba, csak én. Tehát nem is ismerték, mondtam nekik egy olyan nevet, hogy mit tudjam én, uh, Anthony Hamilton például, és nem tudták, hogy ki az. Uh -huh. És nekem meg a kedvenc R&B énekesem volt. Uh -huh. És akkor ők mutogatta nekem Floor Például, érted, uh -huh. mondok, hogy uh -huh. és akkor nekem egy mindig ilyen öregebb voltam a többieknél, ezért nehéz nekem a mostani uh, zenei, hogy is mondjam, ezért nehéz nekem felzárkózni a mostani zenei, zenékhez például. Igen. Hát idézőjelbe időző, felzárkózni. Mert ugye... Jó, de a másik dolog meg az, hogy itt Amerikában azért csinálsz egy jó szózenét, vagy R&B-t, azért itt, itt, van közönség. Tehát ugye nem, nem az adott, mint Magyarország, itt is adott persze, de ide itt 300 millió ember, ami adott, és abból már, hogyha 10-20 millió hozzá csatlakozik, az már nem rossz. Figyelj, az, az igazság, hogy nekem nagyon sokan, ugye otthon ismerőseim mindig mondják, hogy akik hasonló zene és stílus kedvelnek, mint én például, hogy de jó neked, tesó. Kint vagy Amerikában, ahol még a zene igazán zene, nem úgy, mint itt Magyarországon, ahol a szar kell az embereknek. Uh -huh. Erre mindig azt mondom, hogy itt is Amerikában is a szar kell. Mert ha megnézed, nem, a, mert ha megnézed, nem, az, nem azt csinál világ uh, turnét, meg nem azt csinál uh, hatalmas toplist, ne, nem az toplistás, mint a Youtube-on, ami, aminek ott kéne, hogy ja. legyen, hanem például mit tegyem én egy uh, egy ilyen, mint uh, a például a mostani uh -huh. drillből mondja valakit, a Doja Cat című nótájával, ami ilyen, kell, home, now, uh -huh. gay. És össze-vissza a hülyeséget rá tramplizik egy gagyi alapra, itt is azok a topistások. Yeah. Szóval ezt nem érték meg otthon, hogy attól, mert neked otthon ez vagány, mert angolul rapper a csávó, és az, az mindenképp uh -huh. vagány, akkor is, hogyha szar, azt itt az összes többi olyan ember, aki ért a zenéhez, az elítéli. Yeah. Most egy nagyon jó példát mondok. Drake, Szerintem otthon a magyaroknak, hogyha azt mondanád, hogy hát Drake az nagyon gagyi, mit mit mondanánk rá a magyarok? Ah, Dehogy ah, gagyi, de hülye vagy nem értesz a zenéhez. Drake az hatalmas sztár. Itt Amerikában Drake, nem tudom, hogy mennyire olyan tisztában vele, az összes többi rapper szerint a leggarib. Uh -huh. Szóval ő, ő gagyi. A drake uh -huh. csak Magyarországról tűnik nekünk nagyon-nagyon nagy uh -huh. sztárnak, meg ugye az itt, itt is a nem hozzáértő embereknek tűnik sztárnak. Drake egy igazi rapper, például 50 Cent uh -huh. megmondta véleményét drake -ről. Azt mondta, hogy ő nem tud semmit, hát nem, nem repper. Uh -huh. uh, én most láttam egy mémet uh, egyik nap, ami, ami LLQJ volt rajta, és azt mondja, hogy ez az original Drake Szóval. So nem tudom, én nekem, a, nekem az LL Kuchy, és nekem az időszak az, az old school stuff. Hát ő, ők, még jók voltak. De érdemes volt, hogy az old school az nem fogja <coughs> ismeri elismerni Dréket, mint rapper. Oh. Jó előadó, rem rapper. Volt ja. egy vendégünk, Tetoválom művész, a Cézár, és a, a 50 Cent bement hozzá, hogy szeretne tetoválást. Ő nem tudta, hogy ki az, mert ő ilyen hosszú brokkeres megfejtése volt, és akkor mondta, hogy persze, üljél le. Azt mondta, á, túl sötét a bőröd, én nem csinálok neked tetkót, és mondta neki, hogy akkor ahol bejöttél, ott ki is vetsz. kell. Hogy... Nem erre? Én persze, mert és a Cézár, de különben ő egy nagyon-nagyon egy, egy, hát egy nagyon, a... nagyon elismert tetováló, és tényleg ő ott van a toppon. A... Írtak egy a világ összes tet nagy tetováló művészeiről, és ő benne volt. Nem egy oldalon, több oldalon keresztül. Be akarom fejeztetni a karomat, nem tudtok vele beszélni de nekem, esépen, bármikor. Látom, hogy ügyes tett, hogy ezt meg otthon csinálták? Uh, igen. Hát uh... Kb. 8 ember dolgozott az egész karomon, mindegyiket más csinálta. Azért a mikrofonod ott van nekem is. Igen, hát igen a, de ez, ez úgy, úgy tűnik, hogy az enyém, meg ott van, látom a violinkucsot. Michael is. Jackson. Meg Jackson, hát. Tupac. You, Tupac. Szóval az igaziak. Még uh -huh. itt vannak a karomon. Hatalmas. Uh, mondjad, Péter. Most már elfelejtettem, de valami. De ne, ne, ne felejtsd, de a. És azon agyaltál-e esetleg, ugye ezt is beszéltük már kint, hogy, hogy itt valamit megcsinálsz, és hazamenni, és, és kvázi egy ilyen nagyon közismert emberként otthon valamit letenni az asztalra? Nekem most terve van. Ö, aki követ engem TikTokon, azt szerintem tudja, hogy nekem márciusban tervem van hazamenni, és nyitni a saját üzletet. Wow. És saját borbészalon nyitni. Ö, pár újdonsággal, amit innen Amerikából néztem el például amit még otthon nem, 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 nem annyira elterjedt otthon. Uh -huh, uh -huh. Például az SMP, ez a scalp micropigmentation, ami ugye azoknak valók egy kicsit kopaszodnak, uh -huh. és kitöltjük ilyen kicsi sminktetoválásokkal azokat a hely, helyeket, azokat a Uh -huh. a dolgot. hát Péternek az egész fejét be kéne. Hát ez, ez, ez több napos művelet, ezt, igen. már akkor most, amíg beszélsz, most megkeresem, mert egyszer már mutattam nektek. De, jó, de még tovább megyünk, de Péter, neked nem az egész fejed itt, itt oldalt, hátul van? De, de én így jól érzem magam, nekem ez ne, nem, jó. Mondom, nem, a, nem az a kérdés, hogy neked csak igazából itt, itt fölül egy kicsit úgy megritkult. Uh, ja, hát mind, a oldal még lenne, de, de, de én hát jól, jól ki, mint a... Ja, mint ilyen. a... over, azt úgy ja, 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 igen. és akkor márciusban, hú, most új dolgot mondtál, most egy kicsit úgy leültem. Igen, ez így terben van. De hogy mi lesz ebből százszerzlékosan, mert ugye itt tudni kell az embereknek itt New Yorkban, egyik nap ezt gondolod, másnap, az, másnap azt gondolod. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok Igy, ezzel, de Pont így, pont így. Sajnos ez, ez, egy ilyen hely, és... De jelenleg ez a terv. Aha. Aztán ittok nézőim is már ezt várják, nagyon sokan várnak haza. Napi 20-30 üzenetet kapok Instagramon, Facebookon, mindenhol. Wow, hogy alig okay. várják, hogy velem vágassák a hajukat, és nagyon aranyosak, meg nagyon imádom őket, mert tényleg nagyon kedvesek, meg cukik, nagyon fainak. És várják. Okay. Nem És a zene. Na, a zene az, az, az csinálom mellette. Mint ahogy mondtam, is, neked elengedtem. De nem úgy, hogy a márciusban hazamész, azért nem hagyod abba? Nem. Egyáltalán nem persze. Otthon is terve van egy kis stúdió össze, összerakni például. Vagy már itt egy. Vagy, vagy hazavinni, haza mert haza küldeni. persze. Ja. Oké, egy pár dolog. Az egyik, hogy akkor mutatok neked egy-két uh, tetoválást. Oké, okay, itt vannak, nézzel, figyelj. Jó, ez, ez nem az. Ez, de, ez, de de ez, de ez csak el én... van baszva. De ez nagyon el van rontva. Ez van itt a... egy Na, pár már. <laughs> Várjál. Oké. Okay. Ez azt mondom, ez még, még úgy, ahogy. Ez SMP-je egyébként. Igen. <laughs> és ez, ez, olyan, mint a, a, nem. a, mi volt régen? Igen, Star, igen a Star Trek. Meg az Star a Jim Carrey film. Ah, Tudod, a Dumb és Igen. <gül> igen. <gül> szóval itt van egy pár. Ö, és az, a, azt a TikTokon, vagy YouTube-on, nem, a, a Instagramon volt egy pár kérdés, hogy mikor akarjuk föltenni, hogy kérdeztek tőled egy jó páran kérdést, és akkor ilyen villám kérdés szerint én, 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 én föltenném neked, és csak egy villám, bum, 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 Na. válaszolnám, most akarod, vagy most, eh, most akkor... Na, csapassuk. Akkor csapassuk, várj, és akkor meg keressem, hol van, és akkor ott van. A neveket is mondjam, közben várj, akkor el kell, hogy olvassam. Nem, nem mond a neveket szerintem, csak a Del kérdéseket. M, M. Marci 2004, euh, milyen ok miatt dolgozol az usa és miért hagytad el Magyarországot? Hogy sikerült az elvállás az országtól? Aztán lehet. Mehet. Azért, azért, hát ugye nem, nem saját, nem saját, ezt várjál, nem, nem a saját döntésed volt. Nah, nem, nem, úgy mondom neked, hogy hogy azért dolgozom kint. Ugye sokan kérdezik ezt TikTokon, meg mindenhol, hogy miért, miért vagy kint Amerikában Borbé, ha egyszer nem szereted. Mindig uh -huh. ezt mondják, hogy én többszörösen elmondtam már, hogy nem vagyok teljes mértékben boldog itt kint. Elmondtam nekik, hogy azért, mert azt éreztem Magyarországon, hogy az, a, a, azokat a vágyakat, meg álmaimat e, úgy bírom csak valóra váltani, hogyha kijövök és itt dolgozom, és itt keresem meg azt a pénzt, amiből majd otthon tudok profitálni. Uh -huh, uh -huh. Szóval röviden ennyi egyébként, hogy az itteni pénzemet tudom jobban fektetni otthon. Otthon nem kerestem annyit, amennyit kellett volna sajnos, amiből be tudtam volna fektetni. Következő kérdés, Mark Zsiboracs. Bocsi. Ezt a részt föl kell gyorsítani. Ezt A kérdés az az volt, hogy Budapesten belül hol leszel pontosan az a szalonod. Gondolom, akkor már ő tudja, hogy márciusban terve lehet volna hazamenni. Belváros 5-6 7 kerület. Oké, okay. a következő kérdés, Marci súlyok szerinted megéri borbénak tanulni? Ezt már ugye elmondtam az előzményekben, szerintem nagyon megéri. hogy ha valakinek van kézügyessége, és nem csak úgy összehánja a hajakat, és tényleg ez egy hivatás van milyen szinten. Szóval, hogy megéri borbénak lenni, persze, hogy megéri, jó pénzt is lehet vele keresni, nem olyan nehéz kitanulni, illetve akár nyugdíjas korodban is el tudod ezt végezni, ezt a munkát. Uh -huh. Következő, Barber uh, Bosch, Dani, milyen fajta géppel és hány évesen kezdtél el fodrászkodni? Ez az a, nagy dolog, hogy ez a, ez a ugyanúgy jött kább, mint a zenélés, amikor 10 évesen kaptam egy gitárt. 12 éves koromban kaptam első hajvágógépemet, Nem mert mondok. sosem tetszett, ahogy levágták a hajamat sehol. És, és magamnak elkezdtem vágni, ami után megkérdezték a suliba, ez egy Philips gép volt, ugye benne volt a hogy milyen géppel, egy sima, egyszerű Philips gép. És annyira tetszett az osztálytársaimnak a hajam, hogy őket is elkezdtem nyírni. Nem mondok. Nekem ez így jött ez a szakma egyébként. És miért fizettek teljek a kóval? Először még semmivel, de emlékszem, amikor legelőször pénzt 500 forintot adtak. Apukám. Hát az, az, nagyon nagy dolog. Igen, Úgy, és pont, pont, ezen gondolkodtam, hogy most 45 dollári vágok hajat, azaz 17 ezer forintért, és 500 forinttal kezdtem. Ez akkor a... Nekem egy jó érzés az, hogy innen akkor átugorodtam. Ja. Szóval, szóval ez tök jó. Én 500 dollárért diszkóztam este a, a jötösi mellett, szóval tök mind... ja, Na mindegy. A következő kérdés, a... de annyi. Igen. A Benike Szia, most ö, ö, kell iskolát választok, megérje e most fod, ö, Fodrászra menni, vagy ha végeznék a szakmával, akkor utána Barber suliba éri meg inkább? Az a kérdés. Hát de az, az elév is ez, Igen. ez volt. Gond, nem, gondolom itt azt kérdezte a kérdező azt próbálta kérdezni, hogy most hagyja ott a sulit, és menjen mm. el Fodrász iskolába, vagy ja. végezze el először a középiskolát, és utána ja. menjen el. Végezzel a középiskolát mindenképp, azt hiszem yeah. neki, hogy végezzél. el, uh -huh. mindenkinek legyen a mai világban szerintem az, az yeah, okay. A következő kérdés, J. Schaub, nekem két, típusú típus fodrász kérdésem lenne, ha olyan hajat kér a vendég, ami tudod, hogy borzalmas lesz, akkor megcsalda -e neki? Másik kérdés? Ja, akkor kérdő, másik kérdés? A másik kérdés, mennyire vagy kritikus a saját a fodrászoddal? Uh, általában én a fodrászaimmal nem szoktam kritikus lenni, mert uh, tudom milyen érzés az, amikor így. Figyeljetek, ez nagyon jó tanács, ha ti is elmennek fotráshoz, ugye vannak ezek a kritikusabb emberek, akik ködösködősebbek. Uh -huh. Figyelj, annál rosszabb. De egy ködösködős gyereknek soha senki nem fog tudni jó hajat vágni, mert mert a ködösködéssel csak azt érje el, hogy zavarba jön például a borbé, vagy. Uh, vagy, vagy, látja rajta, hogy ez úgy sem lesz semmi jó, hogy megcsinálom. De volt már neked ilyen embered, vendéged? Rengeteg ilyen vendégem van mai napig, Igen. aki így nagyon kötözködik, persze, rengeteg ilyen vendégem van. És az első kérdés pedig az volt, hogy ugye megcsinálom-e azt a hajat és a bármit a vendégért vagyunk. Én De. szolgáltató vagyok, vendégért vagyunk, ha a vendég fütyköst kér a, a tarkójába, akkor én belevágok egy fütyköst a És tarkolyába. mi van akkor, hogyha van egy ilyen öreg tag, mint én, és van egy ilyen fejem, egy ilyen hajam, és akkor azt mondom, mondj már valamit, hogy szerinted nekem mi állna jól. Tudsz tanácsot is adni? Tehát van elképzelésed? Teljes mértékben. Teljes mértékben. Én vagyok az a Borbé. Ezt nagyon sokan nem csinálják meg borbéként. Elvégzik, elvégzik a borbész szakmát egyébként, tudják, hogy hogy kell ollóval vágni, tudják, hogy hogy kell géppel vágni, csak én az igazság, hogy én nagyon utána néztem annak is, hogy mi az a jó, mi, 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 mi az a hajstílus, ami jól áll például egy kerekfejű embernek, egy fejű embernek, egy olyan embernek, akinek itt nagyobb a füle, nagyobb uh -huh. az orra, akármi uh -huh. ilyesmi. De ezt én megtanultam internetről. Uh -huh. Én ezt, ezt utána néztem, hogy mi az, ami mi az, ami timmel, és ezáltal igen, tanácsadó is vagyok egyébként, igen. Ez, ez jó, ez azért jó dolog, mert nagyon sok fodrászüzetet, Megyek és sablon fényképek ki vannak téve, és akkor bemész, és mondod, hogy a hatos kéred, az levágja monoton. Hát annál rosszabb nem, nincs a világon, mikor sablonképek ki vannak rakva, és akkor válogathatsz. Elmondom miért. Két okból nagyon-nagyon borzalmas. Egy, az a sablonkép hiába azt mondja, bemegy egy szőkehajó csávó, például egy szőke, lájtos hajó gyerek, akinek kurvára nem ö, sűrű haja például, hanem ilyen nagyon lájti. Bemegy is rámutat a legfeketébb hajóra, hogy nekem olyan átmenet kell a hajamba. Mm lehetetlen megcsinálni az ő hajából ugyanazt. Szóval uh -huh. ez már elve kilőtt ez a sablonos. A másik az, hogy ezek a sablonképek, ezek annyira megszerkesztett képek. Hát ez nem is ők vágták. A legtöbb bárbásokban itt Amerikában is azt látom, hogy ki van ezek a képek, fullos átmenetek, meg fullos hajak. Beültem, levágtak, és köze nem volt ahhoz a ja. teljesítményhez, amit ők kiraktak. Ez fontos egyébként, mert azért férfiak, mi is vagyunk annyira hiú emberek, hogy azért szeretjük, a úgy áll, és, és a, ha kitalálsz egy új dolgot, például nekem volt egy régi fodrászom, kitalált, hogy össze-vissza álljon, meg egy kicsit ilyen kakasba fölfelé minden, hát és először szokatlan volt, de aztán rájöttem, hogy tényleg igaza van, és ha van -e elképzelés a fodrásznak, én azt szeretem. Igen, igen, igen. Ez, 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 nagyon sok vendég így van vele. És ezért nagyon sok vendég tanástalan egyébként. Mert bemegy egy fodrászhoz, és akkor a fodrász úgy van vele, hogy hát kérjél valamit, vagy, yeah. vagy akármi. Viszont nagyon sok vendég hibás is ebben, mert, mert nagyon sok vendég nem fél megkérdezni. Tehát nagyon sok vendég nem úgy ül le, hogy figyelj, te vagy a szakember, rád bízom. Uh -huh. de, de ezt az a vendég mondja, az a vendég bízza rá aki utána nem fog kötözködni. Itt az a lényeg az egészben, hogy én nagyon sok tanácsot adok a vendégeknek, körből tízből egy vendég fogadja el a tanácsomat. Uh -huh. A többi az úgy mondja, hogy álmaradjon a szokásos. Következő kérdés? Következő kérdés az én kérdésem. Mi neked a védjegyed, vagy a catchphrase? Tűha. Pedig tudod? Kutya cica. nekem Kutya? van egy vétégyem igen. Ah. E, mi a fütyülő. De ezt de mondjad úgy hogy szoktad mi a fütyülő. Na ez, ez, ez a Na igen, azért. Ezek vannak a videó, vagy ez van a videó. Szoktam van? ilyen reakció videókat csinálni, igen, mm -hmm. hogy ilyen Bolond barberes videókra így reagálok, hogy mi a fütyülő, sokan kérdezték, hogy ez honnan jött nekem ez a mi a fütyülő, nem szeretek káromkodni. Mm -hmm. Nem vagyok a káromkodás híve, és nekem ez a mi a fütyülő, ez, ez úgy jött, hogy nem szerettem volna káromkodni, de mondjunk már valamit, ami vicces is mm -hmm. meg jól hangzik, így jött a mi a fütyülő. Egy, nagyon sokan használják most ezt. De én nem hittem el, hogy kilogtam egy videót, úgy, hogy elkezdtem azt, azt mondani, hogy úristen, mi történik ebbe a videóba? Mi a? Na fejezzétek be a kommentbe. És, és befejezte 6 ezer ember a kommentben, hogy fügyülő. 6 ezer ember. A, apukám, hát akkor nekünk kellett volna hozzád menni. <gül> <gül> Bár bízunk benne, hogy most is ezt, a műsort is megnézik 6 és 10 ember között, ami nem rossz. Nem, nem egy csúcs, de hát ki tudja majd később mi lesz. De százra nézik meg, én reménykedem benne. Na. A, az Atilának mindig az a baja, hogy mindig lejjebb adja magát, az, hogy. Jaj, hát ez tényleg ne, nem jó. Nem, nem, ne, csak ő találja ki. Ne, ne figyelj. Í, itt, na mindegy, ne is, na, ne is beszéljünk ne erről, mert, 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 mert akkor megint itt jön a, a na, személyes is háború. És, és akkor menjünk vissza a zenére. Mert ugye az engem sokkal jobban izgat, bár a bor, bo, uh, tehát fodrászat is, tehát az is izgat. Oké, okay, ha a zenére menjünk vissza, akkor itt van, amit a Magyarországon nem vettek át, amit előbb akartam erről beszélni, Magyarországon nem vették át, mert csomó minden hülyeséget, ilyen, ilyen szarzenét átvesznek, ahogy beszéltünk, hogy hála Istennek nem vették át a rep háborút, a lövöldözés, meg az egymás gyilkolását. Igen, ez mondjuk egy jó dolog, ez mondjuk egy jó dolog. Uh, jó, ez mondjuk itt is, a, itt is csak a 80-as évben volt divat, azért most már azért elenyészett azért, most már annyira nem, divat itt sem háborúzgatni, meg rep háborúzni, meg... Jó, egyébként nem mond, mert, mert Magyarországon is van egy-két olyan, olyan, olyan fickó, akik egy rep háborúznak. de... Nem fegyverekkel, de, de megy, a, megy a háború így bífekbe, tudod, egymás bífelik így A bíf az van, de nincs ott, hogy mit mint a lelőtték az, X meg a most kit labol le abból a, a, igen. Szóval ott nincs az, hogy egymást lehet. Kvavót, ölték meg, Kvavót. Igen, Igen. Attila nem tudja. <laughs> Fogalom nincs. Én, <laughs> én, én egyébként nézek magyar ö, új kis reppel gyerekekes srácokat, ö, és tök jól csinálják. Tehát nagyon ügyesek. A, soha nem gondoltam, hogy én vala az életben ennyi repzenét fogok meghallgatni, mint mostanában. Neked mi a stílusod? Engem érdekel, Attila. Hát, én igazából ez a funk is, meg a rock. Ez, hát, ugye koromnál fogva, ugye én ezt kaptam. És például, az én épp a múltkor beszéltem, nem is tudom, Kiver, Petiről, hogy ugye ő Budapesti volt, és ugye ott a, máshogy kaptad az ingereket zenében is. Tehát a repzenés, ugye ott sokkal nagyobb volt, mint nálunk lent. Ugye persze nálunk is voltak reperek, de nem abban a tömegben, mint ahogy egyébként Budapesten előfordult a, a story. És hogyha én akkor olyan mennyiségben kapom a repzenét, mint ő, akkor elképzelhető, mivel hogy nincs hangom énekelni, és mindig erőködtem, hogy én zenekarokban énekelek, tudod? Akkor lehet, hogy rákatantam volna arra, hogy baszkát, lehet, hogy nekem tényleg egy-két ilyen repes dolgot kellene csinálni. Mert dió szoktam csinálni, hogy ide figyelj, öcsém, látom, hogy van a sliced, és nincs benne semmi, vagy bármilyen dolog, ami eszembe jut, hogy lehet, hogy akkor nekem arra kellett volna látszani. nagyon sokan így vannak ezzel, hogy ez megpróbálják az éneklést, mindenki megpróbálja az éneklést, és hogyha az nem megy, hogy nem bírják eltalálni hangot annyira, uh -huh. mint mint akkor jön a rep. Mert ugye a raphez, vagy őszintén, hogy jobban ritmus érzékel, meg ugye szövegkörnyezet. Igen. Ez az, ami kell. Egy jó rapper teszt lesz, a time, illetve a flow, meg a szöveg. Egy könnyebb, mint az éneklés, valójában őszintén, de repelni is nehéz. Jól repelni nehéz. Biztos. Hát... Úgy, ahogy a mai fiatalok csinálják, ahogy elmondod, hogy tök ügyesek meg ilyenek, úgy könnyű reppelni. De ahogy a nagyok csinálták annak idején, például a Tupac, vagy Otto B.I.G. vagy ezek a nagyobb 50 Cent meg ilyenek, azért ott volt tudás, ott azért volt vér, volt tudás, más, más. És hogy hívják, ki még ma is él? A vékony, mindig... Snoop Ja, ő ügyes? Hogyne, Hát ő, persze, hát ő... még az a aki még mai napig megmaradt abban, ami volt. Az igaz, hogy napiról most egy nagyon jó példa. Ki fut jobban, szerintetek Snoop vagy Drake? Snoop most őszintén szerinted többen mennek el egy Snoop Dogg koncertre a mai világban, mint egy Drake-re? Én nem tudom, mi, mi, én, ha, akkor vicc, te is te, nem voltál, itt voltál, tudod kivel voltam Snoop Dogg koncerten? Jolly Val. Aki egyébként rockzenész volt valamikor. Igen, azt tudom, azt tudom. tudom. És mely, melyik koncertre mennek el többen? Drake. Jobb, jobban, megtelt, jobban megtölt egy, 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 egy nagyon nagy stadiont a Drake, mint egy Snoop Dogg. Azért, mert rendibb. Uh -huh. Mert ő gagyibat játszik. Jó, tehát ő 4-5 évig fogja játszani. Hát ugye a, a, a snognak mennyi, mennyit fog? Hát a Drake az már, már mióta megy már. 10-10. Még, még, már tíz év. Mert őt, hogy kezdte? Nem igazán. Hogy ő a kanadai, ebbe a műs... ja, igen, 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 a kanadai igen, igen. szópa, nem szópa, de a kanadai sorozatban volt benne, és ő volt, aki nyomorék volt benne, mert meglőtték a hátát, és akkor tolókocsiba volt. Még erre emlékszem. Jó, de hát a Snoop Dogg már mióta megy? 30-40 éve? éve. 92-be kezd, vagy 92. Uh -huh. Csak a... tudod milyen nagy, hogy ezek, ezeket a nagyokat felejtik el lassan a, lassan a mai közönség, tudod? Csak uh -huh. ez fáj, ez fájdalmas, hogy... Itt például nekem a legjobb példakép Michael Jackson zeneileg. Nálam nagyobb, szerintem zenei Biztos. téren nem volt. De persze. ezt ő csinálta magának, Szerinted uh -huh. ő találta ki az alapokat, minden? Figyelj, Quincy Jones volt ugye neki a, a producere, uh -huh. ezt köztudott, hogy Quincy nagyon sok mindenben segített neki, de maga az, hogy Michael Jackson az ő volt, és ezt nem köré rakták, hanem ez ő volt. Uh -huh. És nagy volt. Tehát ő nála nagyobb nincs, nem tudok nála nagyobbat mondani. A csávó olyan volt, hogy 20 évvel ezelőtt olyan zenét játszott, amit lehet, hogy már csak 2060-ban játszanak. Érted? Olyan, mint előre utazott volna a időgépek 2060-ba, uh -huh. és visszavitte volna 1980-ba a dalát, érted? Uh -huh. És itt jön az a Érdekes történet, hogy én nekem már nem, én már nem is nézek tévét, szóval én otthon tudod csak. Azért érdekes? Vagy, igen, podcastet vagy, vagy YouTube-ot, és néztem egy egy srácot, aki a Michael jackson a dalait elemezte, és ő kordról cold koldra meg meg egyenként le volt stemre alakítva, hogy mi, hogy a baseline milyen is, hogy hú, de tényleg. Hogy a, Akkor is modern hangzása igen. volt. Uh -huh. hát ez, 20 évvel ezelőtt modernt játszott, ami, igen. ami most is modern lenne. És most is azt mond rád rá, hogy ez, ez új. És, igen. és akkor is befutott, ha belegondolsz, hát mekkora sztár Jézus az... Isten, meg hát kik játszottak vele együtt. Tehát, hogyha az én rokkos vonalat néz, akár slash kezen bárki, <síns> hát nem véletlenül állnak le vele, igen. mert tud valamit. Igen, és ő minden műfaj Hát Hát Jacksonnak volt rock zenéje, ja. volt R&B-sebb zenéje, volt popposabb zenéje, minden műfajban ott volt a csávó. Egy zenei genius volt tényleg. Az biztos. Most uh, milyen koncertre mennél, -e most ebben a pillanatban, ha választani. Élők közül? Uh -huh. Steve Wonder. Tényleg? Az minden álmom most. Csak az, hogy öreg már is nem nagyon koncertezik. Honnan uh -huh. néztem valamelyik nap, hogy hol lesz koncertje neki, melyik lehetne elmenni, de nem találtam itt Amerikán belül. Uh -huh. Szerintem már ő nem nagyon koncertezik, uh -huh. az, az igazság. Minden álmom volt elmenni steve koncertre. koncertre. Hát ő az, aki tényleg ott zenei tudás van. Hát most a zenei tudásról beszélünk, az más. Az más. Uh -huh. <laughs> Milyen fura, hogy ezt mondod. A... Um, Már, má, hogy má, Stevie Wonder. Yeah. Tehát, hogy, tényleg fiatal ember vagy, de mégis lehet, hogy egy kicsit más Öreg. gondolkodsz. Öreg. <gül> <gül> megmondtad a Cool the Gang, meg a Levis lelkem, lelkem, öreg, tudod. Öreg a lelkem. Hát egy, 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 képzeld koncerte élőben azokat a ritmikákat, amiket eljátszanak. De azt hogy most az volt Cool the Gang Santana koncert. Mikor? Hol? Nyáron. Múlt ny Igen. Múlt nyáron It, volt. New igen, York New Yorkban volt nem, Jersey-be volt, jersey Jersey-be volt, mert most összeállt a Cool Gang és a Santana. Jézusom, és az egy a... együtt, nyom, együtt nyom a koncertet. A, még, a, még a vírus előtt elkezdtünk így koncertre járni, és, de mindenféle koncert. Hogy voltunk Depeche Mode koncerttől, Guns N' Roses koncertig, Modern Talking koncert. És, nagyon, most azért akartam elmenni, ami, ami kurva jó lenne, a, hú, hirtelen akartam mondani, Elton John. Arra, én, utolsó, utolsó, turnéja, ugye most. Fú, utolsó és a múltkor a rádióban mert egyébként beszéltünk arról hogy ugye, ugye nem szeretik a, a nagyon jó zenéket mindig az van hogy a, az, az én tök vagyok én nem értek az ilyen technikás dolgokhoz nekem van hat rádióállomás beállítva és azokat nyomkodom és mindig ha hiszitek, hanem a, a slágerek közé az a limonádék jönnek de minden csatornán és a végén van egy rock csatorna és akkor benyomom azt egy benyomó és a Genesisnek a Phil Collins által éneket, most nem tudom a számnak a címét, de azt tudom, hogy 7-8 perces körülbelül, kicsit beleuntam, és akkor nyomkodom tovább, de ugy ugyanazokat hallom itt is, tehát ugyanaz, mint otthon, ami van, holott én otthon rádióztam, és tudom, hogy nem egyszerű ezeket beszerkeszteni, meg a, maga az egész dolog, hogy mit hallgatnak, ugye néznek különböző statisztikákat, de hogy tényleg állandóan ezt a limonádét hallgatom, hát ez vicc. Igen. De Nem. ez van. Látod, ezért kéne azt csinálni, amit én csinálok, tudom, hogy, hogy, hogy jó, podcasteket tudom. hallgatni. de mi a baj ér, egyébként? E, visszatérve erre, hogy sokan félre szoktak érteni, hogy az, hogy mi a jó zene a mai világban, az nagyon relatív. Nem tudom elmondani, mi a, mi a mitől ja. jó egy zene. Mindig ezt kérdezi a, a mennyasszonyom is tőlem, hogy akkor magyarázd meg, mitől jó egy zene. És akkor elkezdem mondani, még elkezdtem gondolkodni, hogy tehát attól, hogy itt a élő gitárral ott van játsz, vagy egy jó kis szóló, vagy egy, vagy egy zongora riff, vagy akármi, vagy egy jó mm. hajlítást oda tesz Brian McNight, például, és akkor attól lesz jó. Tehát elgondolkodtam, hogy lehet, hogy teljesen más szemszögből nézem a zenéket, mint például egy, 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 laikus ember. Igen. És nem tudom megmagyarázni. Erről, erről reggelig lehetne filozofálni, hogy mi a jó zene. Igen. De nem, nem adnánk ki a végére, hogy mitől jó egy zene. Itt most már a hangulata a jó egy zenének. Te most azt vettem, hogy 2023-ban a hangulata miatt hallgatnak meg egy zenét, vagy kapnak föl. Itt van például Azaria. Hallottatok már Azariáról, most ja, a legsikeresebb igen. énekes dalszerző Magyarországon, mert egyszerűen, na ő is az volt, akit így hallgattam, és úgy mondtam, hogy most mondom, ebbe a csávóban van valami, nem tudom csodál, mert nem tudom elmondani, hogy most az, hogy jó énekel, vagy, vagy komolyak az alapok, vagy nagyon komoly hangszerek. Nem, nem tudtam elmondani, mi a jó benne, csak úgy egybe a csávó jó, uh -huh. de jó a hangulata annak, amit csinál. Igen. És ezzel megfogta az embereket nagyon. Igen. De annyira terített a szakma, hogy nagyon kevesen rúgnak labdába a mai világban. Hiába, hogy bárkiből lehet sztár, mert tényleg bárkiből lehet tehetségtelenül is sztár a mai világban, akkor is nehéz sztárnak lenni, yeah. mert nagyon terített a szakma. Yeah. Mm. Attila előbb beszélt a rádióról. A, tudod, hogy csinálják, vagy akkor mind, mind a kettőtől kérdezem, tudod, hogy csinálják a slágereket, hogy, vagy legalábbis, ha a szám nem úgy megy, ahogy kéne menni, de ezt a számot slágerre akarják tenni, tudod, mit csinálnak? Mit, nem? A, ezt egy olvastam egy könyvbe, például a Héja, az átkeznek a Héja volt az a szám, uh -huh. és nem ment. Egyáltalán nem, nem, nem tetszett az embereknek. És azt találták ki, hogy játszanak egy. Kúr nagy slágert, és utána játszik meg a héját, utána játszanak megint egy nagy slágert. És ezt megcsináltak három hétig, és utána az emberek már várták, és utána, abból, utána jött abból jött, hogy az lett ilyen óriási sláger. És, hogyha emlékszel, ugyanaz volt az alapja, vagy hasonló volt az alapja, ugyanez a rakenerós alapja. Tüt, 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 mint az Úristennek. Igen. Mert egészen más stílus volt akkor is, utána arról lehetett. Hát lehet, hogy van igazsága, amúgy, tényleg? Persze, hát okosan, hát a statisztikából mindent látnak és nem. felfedeznek. Arnold, hát komolyan mondom, zseniális vagy, nagyon Aha. ügyes vagy. Köszönöm szépen. A, bármilyen dologban tudunk neked segíteni, ami úgy érzed, hogy segítség lehet, akár háttérben vokál énekesként. <szt> <szt> nem, 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 azon nem segítenénk. <szt> Ja. Vagy Ma, te igen? Nem, majd megmutatom az Arnolnak, hogy amikor csináltuk a nélküledet, hogy hogy énekeltél hát hát, azt, hagyjuk most. Szerintem a Péter modellnek akar jönni, hajmodellnek. Igen. <gül> 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 és kívánunk még egymillió látogatót, meg a zenéjét, de iszonyatos kíváncsiak ja. vagyunk. Ha kész van, akkor jelez, jó? <laughs> Nagyon szépen köszönöm nektek, <laughs> és köszönöm a meghívást. Hát mi köszönjük, ja. hogy eljött. és ilyenkor jön az, hogy az Attila már, és, hogy na, na már izé fáradunk, befejezzük, és jön az én hülye kis kérdésem például az, a, a, te chat Hallottál? Hallottam, igen. Oké. Okay. Nem tudom megnyitni. Nem? Ö, nem, mindig azt írja, hogy fullon van az oldal, igen. és nem lehet megnyitni. Ez őrület. A, elmondom, mi a... Te tudod, miről beszélek? vagy nem? AI, az, okay. az AI. az teljesen mesterséges intelligencia, és elkezdtem vele szórakozni, és... Elkezdtem kérdéseket, ugyanúgy, hogy föltettem föl hozzá kérdéseket neked, és itt is írt egy pár kérdés. Hogyha, ha az érdekel, akkor elolvasom, hogy mit írt ez a mesterséges intelligencia tőled, mit kérdezett. Nyomasod. Oké, okay, itt a kérdés. A, milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy magyar bevándorló fodrásznak Amerikában, New Yorkban? Milyen hatása van az új környezet a zenei és a dalszerzői ambícióidra? Hoppá, első kérdés, akkor gyorsan megválaszolnám. A nehézség az az, hogy itt Amerikában, otthon is nagyon sok jó borbé van már, rengeteg, de itt Amerikában végtelen sok. Tehát itt labdába rúgni, az, 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 maga a lehetetlenség. Az, hogy én egy ilyen jó helyen dolgozhatok, sokan kérdezik, hogy hogy lehet oda bekerülni borbéként, hogy tudsz borbéként dolgozni Amerikába. Ugye itt a, 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 bevándorló magyarok itt Amerikában majdnem mind építkezésen dolgozik, Ez uh -huh. mondjuk ki. Ez az igazság, építkezésen nyomatja majdnem uh -huh. mindenki. És mikor én elmondom, hogy borbé vagyok mehettemben, akkor még az épí, ezek az emberek is, akik építkezésen dolgoznak, irítséggel néznek így rám, hogy azt a, de hogy? Hát most uh mm -hmm. mi kijövünk itt, dolgozunk napi tíz órát, megszakadunk a építésen, te meg vágod a hajakat, és keresel dupla annyit, mint mi például. És akkor így figyelj, nekem ez szerencse. Én ezt Istentől kaptam ezt a lehetőséget. Ez úgy mondom meg, hogy ez szerintem ezer, ezer emberből egyel történik egy ilyen, hogy Amerikában lehet borbé, hivatalosan úgy, hogy én vagyok például. Szóval ez nekem nagyon, ez nagyon nagy mák volt, ez hatalmas szerencse volt. Ez Nem mondanám azt, hogy mi, mi a nehézség, mert ebben minden nehézség volt, és én mindent átugrottam ennyire, és nem tudom, hogyan csináltam. Tehát jó borban vagyok, jó szakembernek tartom magam, de rengeteg jobb van nálam, aki lehet, hogy nem került volna ki, mert nincs akkor a szerencséje. Eb, egyetlen egy dologgal nem értek veled egyet, amikor azt mondod, hogy, ö, hogy a, akik az építkezésen dolgoznak, és persze tisztelet a kivételnek, hogy ó, milyen nehézen, nehezen dolgoznak, mert, mert nagyon sokan vannak érted, hogy oda elmész, mondjuk elmegyek anyagért, nem én, hanem volt egy haran olyan anyagért, visszament délbe, és a csávó a budin ült, és a kezébe a Facebook, és aludt. Szóval és de, te... de Péter ez most ez olyan volt, hogy a barátom volt, ha ez, ez az, 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 amikor azt mondod, hogy a barátom volt, közben te voltál, hogy. Ja, nem nem. Akár én. ő is lehetett. igen, és mi a én, másik, én, 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 a kocsi, én... másik kérdés? Másik kérdés? Oké, okay, tessék. Miért döntöttél úgy, hogy Amerikába költöz, és New Yorkba próbálkoz, mint fodrász, énekes dalszerző? Milyen nehézségeket kellett megküzdened az új, országban való éle, az új országban való életben, mint magyar bevándorló? Milyen hatása volt rád az amerikai életstílus, kultúra, zene, a zenei pályafutásodra. És mit gondolsz, hogyan különbözik az amerikai élet és a magyar, az amerikai és a magyar zenei Jó, szintér. Ez, ez még más óra. Igen. Jó, hát nyugodtan. Kb. Igen. Hát a zene, zene, zenében nagyon sokat adott, adott, Amerika. Itt azért rengeteget lehet tanulni zene, zene, zenei, világban. Most Magyarországon attól, hogy létezik a, mit én, a, a, cigány rep, meg létezik a, a, az ilyen, hát ilyen paraszt rep, akkor hívja uh -huh. úgy, meg létezik a, a muzsikus vendéglátó stíl. Ezen kívül azért, azért Magyarország megereked egy zenei egy Zene, zenei börtönben él Magyarország, de nem nyitottak az újra. Amíg itt Amerikában azért vagyunk bőszintén, hogy minden, minden keresztezi egymást. Lehet funk, R&B, reggaeton, regi, és ezek mind lehet keresztezni. És ez, ez ebből nekem itt Amerikában nagyon kinyílt így a, 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 a látó, uh -huh. a látásom hogy kinyílt a zenére. Tehát sokkal többet látok. Eddig láttam azt csak, hogy van ez, most már azt látom, hogy minden van. És ebből jobban ezt tudok gyúrni. Ezért is van az, hogy rengetegen, ezért is van az, hogy rengetegen keresnek meg Magyarországról, csinálják beatet nekik, vagy mixmaster eljött nekik, mert, mert azt látják, hogy az én beatjeim mások, mint az otthoni beatek. Tehát nem az van csak, hogy egy dob, meg egy zongora, uh -huh. és akkor ez, ez már egy alap, hanem én, én oda teszem minden kis apró kis részlet oda rakok, hogy sláger lehessen belőle, vagy egyébként ez az érdekes, hogy magam nem tudok slágert írni, de másoknak bármikor írok slágert. Uh -huh. Ez nagyon nagy érdekesség egyébként. Uh -huh. A, a, mondtad, hogy az összemixelés, Attila, Attila nézem, az összemixelésnél, a, a stílusok összemixelésén, én nagyon szeretnék Magyarországon, de ezt már hányszor elmondtam, country zenét. Magyar country most, zenét. Most, most indult egy country online rádió egyébként. Tényleg? Ja. Hallgatni fogják Biztos sokan. Köszönjük szépen Árnám, még egyszer megpróbálom elköszönni. Ja. Fantasztikus jó kérdéseket tett fel a Péter. Szerint... A kompjútert fel a mesterséges. Igen, szerintem lehet, az. hogy úgy kellene, hogy hangot is adjon, hogy ne te olvasd mindig, vagy készülj rá, ja. mert ez most kicsit olyan lassú volt, de nem, vagy, így szeretünk, Péter. De, de tudod, ez a, ez a mókus. És amikor itt van, akkor meg el kell olvasni. Akkor még egyszer egy millió nézet kívánunk neked, jó? Köszönöm szépen nektek is viszont egyébként és ahogy szoktuk akkor egy csoportos Péter most mutogatja majd hogy mit hol légy szíves itt lájkoljatok de én még soha nem látom hogy ez működne ez úgy szokott lenni igen hogy jó mondja szóval akkor elmondom még egyszer hogy itt kell lájkolni és légy szíves nézzétek meg ezt a adásokat és akkor Sziasztok.